Az esős időjárás beltérre kényszerítette a szombati népművészeti fesztivál résztvevőit, azonban ez senkinek nem szegte kedvét. Több százan érkeztek megcsodálni az ország minden részéről érkezett néptáncosokat. Megpróbálunk minden rendezvényünket beiktatni. A Népművészeti Fesztivál adja az egész napnak a keretét, de itt vannak velünk a kézművesek, megérkeztek a jósok és a boszorkányok, előadja a történelmi játékát a Dzsopku és Dzsevú, és a régi zenészek is rázendítenek majd. A legtöbb együttes a Duna mentéről jött, hogy szórakoztassa a közönséget. Közel 300 táncos, fiatalok, idősebbek, akik különböző életfordulókat fognak majd bemutatni. A fő tematika az esküvő körül. A kútnál indulunk, amikor kipletykálják, hogy ki mit fog, ki kivel házasodik össze, ki mit fog mondani majd egymásnak, miket csúlyogatnak. Aztán a következő állomásunk az a gyereklakodalom, akik utánozzák ugye a felnőtteket. A csodálatos muzsikán túl a gyerekek interaktív programokon vehettek részt és kézműveskedhettek is, de például jósoltatni is lehetett a székesfehérvári közösségi és kulturális központban.